fucking house. Na hello mindenkinek, sziasztok, Sackén Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban. És most ebben a videóban nem más lesz, mint ismételten egy falus napba fogunk belevágni. Amúgy srácok, egy ilyen külön kérdés éppen, nem tudom, hogy mennyire tetszenek nektek az ilyen videók. Hogyha esetleg szeretnétek valami másikféle videót, vagy bármi ötletek van, azt nyugodtan írjátok le a komment szekcióba. És hogyha tetszik ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot, és ha nem tetszik, akkor ugye dislike. Na, fogjunk is akkor hozzá a dolgoknak. És kezdjünk is bele a farmászkodásba, meg ilyenekbe. Szóval, kezdjünk el szerintem búzákat aratni, meg ilyenek, mert bőven van belőle így az egész faluban. Szóval ebből biztos, hogy nem lesz hiány. Gyorsan szépen elvégezzük a napi rutint. Nem tudom, hogy kovács van-e ebben a faluban. Azt majd mindjárt szépen megnézzük, hogy esetleg valami különleges cuccot nem akar nekem adni az a kovács, mert eléggé jól jönne talán. Van valahol kovács, srácok? Nem nagyon láttam, szerintem, ja, nincsen. Hát ez rip, amúgy általában a mostani falukban soha nem szokott lenni kovács. Ez annyira rossz. Na mindegy. Jó, akkor mindegy, folytassuk a cuccokat. Hát ja, amúgy milyen nap is van, na várjatok, szerda. Igen, szerda van, már lassan hétvége lesz. Lassan vége van a szenvedésnek, és lassan megint kezdődik a pihenés. Szóval nem kell már sokáig kibírni. Jó, ezt is szépen learatjuk. És mondjuk még ezeket learatjuk, és szerintem gyors vissza is megyek a házamba. Répa nem volt nálam? Jó, mindegy. Ó, tessék nyuszi, itt egy répa. Kedves vagyok, látjátok, az állatokkal is. Na! Ez a krumpli még megvan, és akkor szerintem gyorsan menjünk haza. Dani! Mi az? Ki hív? Melyik falusi hív? Melyik falusi hív? Várjatok. Hol vagy? Hol vagy? Ki hívott? Haló? Itt vagy a házamban? Szia, mondjad! Mondjad, mit szeretnél? Nem csináltam semmit. Miért csinálod ezt? Mit csináltam? Mit csináltam? Nem csináltam semmit. Mi az? Semmit nem csináltam. Letapostod a veteményesem? Mi? Hol? Hol? Melyiket? Melyiket? Hol? Nem tapostam le semmit. Én éppen izéltem. Én éppen farmászkodtam. Hátul van. Mi? Na várjatok, srác. Ja, arrafele hátul? Hát és te voltál, a többiek is mondták? Mi van? Na jó, ez már most nem tetszik. Tehát ez most így, erre fele gondolsz? Erre gondolsz? Ez nem én voltam. Hát kiégek. Ez nem én voltam! Hallod? Dehogy nem. Istenem. Na jó, hagyjuk, nem tudom, ezek szerintem valamit nem tudom. Ezek lehet, hogy túl sokat ittak, vagy bármi, többet ilyen ne legyen. Hagyjatok már, mondom, hogy nem én voltam. Na jó, inkább elmegyek bányászni, vagy valami. Srácok, menjünk bányászni. Vagy valami, nem tudom, jobb ötletem nincsen, mondjuk errefele gyors elkezdek valami kis bányát. Remélem, hogy most már nem fognak ilyenekkel viccelődni, meg nyaggatni, meg minden, mert ez nagyon nem vicces. Nagyon nem vicces, hogy szém. Nagyon nem vicces, hogy ilyeneket gondolnak rólam, hogy én most itt szivatgatom őket, meg minden, na mindegy. Jó. Szedjük ki ezeket a szeneket gyorsan, és akkor térjünk vissza, legalább lesznek érceink is, az amúgy eléggé fontos, mert hát kaját sütni majd ezzel tudunk, főleg vas is van, na. Nagyon király. Kaptunk vasat, szenet, mindent kaptunk, srácok. Nagyon jó, nagyon, tökre jól kezdődnek a izék. Dani, na jó, már megint valami van? Ezt a vasat én már gyors kiizélem. Ég a házam. De nem, és mit csináljak vele? Nem én voltam, nincs hozzá közöm, várjál, hadd szedjem ki a izét. A cuccokat, jó, azt a szenet most már hagyom. Mi az? Miért gyújtogatsz? Mi az, hogy miért gyújtogatod nekem? Ez nincs közöm, tényleg ég a ház. Nem már, segítek eloltani, de mi a úram atyám, mennyire ég. Uram atyám, mennyire ég, na várjátok, ajajajajaj. Na jó, fel kell magamat gyors építenem. Segítek, bro, nem ne. Segítek, várjál, Istenem. Jaj, hogy ég ez a csóri ház, nem már. Ne. Jó. Mit képzelsz, mi az, hogy mit képzelek nekem, ez nincs közöm. Miért fognak rám mindent? Istenem. Miért fogtok rám, jaj, mindent. Jaj. Jó. Na jó, én ebben nem tudok segíteni szerintem. Srácok, ez nagyon-nagyon izé. Ez így nagyon-nagyon gáz lesz. Jaj, de nagyon kigyulladt súrónak a háza. Mondom, hogy nekem ez nincsen közöm, nem tudom, miért kell engem mindennel vádolni. Istenem. Na jó, oké, eloltottuk. Hát, kösz szépen, hát szívesen. Hát figyelj, egy kicsike kis javítás itt-ott és jó lesz. Leégett a házam nagy része. Hát de ember, mondom, hogy nekem ez nincsen közöm. Mondom, hogy nekem ez semmi közöm nincsen, nem tehetek róla, hogy most valaki legyújtotta.
te fogod finanszírozni, ugye tudod? Mi? Mondom, hogy nem én voltam, én bányáztam, nézd, itt vannak az ércek, látod? Most voltam bányászni, kiégek. Miért kell engem vádolni mindennel? Nem érdekel, csalódtam, benned takarodj. Hát, na jó van, srác, nekem ebből tényleg nagyon elegem van. Jó, menjünk vissza a házamba, aztán valamit csináljunk. Lerakom az érceket, mondjuk el kéne kezdeni, lehet kiégetni. Ha, Istenem, semmi nem jó ezeknek a falusoknak, srácok. Jó, a gyémánt kardomat leveszem, mert van egy olyan érzésem, hogy lehet lassan ellenem fognak fordulni a falusok, és akkor valamivel meg kell majd magamat védeni. Jó, potikat is kiveszem, mert az is hasznos. Jó van, srácok, hát nem tudom, mit kéne csinálni. Úristen, Dani. Megint van valami, kiégek. Ha, Istenem, mindent ellenem csinálnak a falusok. Mit tettél? A kút. Mi van a kúttal? Mi van a kúttal már megint? Szét van lávázva. Ha, Istenem, mi? Istenem, srácok, nagyon-nagyon kezd ebből a faluból elegem lenni. Miért láváztál, és miért szedted ki a földet? Nem én voltam! Miért mondjátok, hogy én voltam? Nekem ez nincsen közöm! Istenem, hagyjatok már békén! Nem hiszem el, hogy mindent rám kell fogni. Nagyon-nagyon elegem van ebből, srácok. Nagyon-nagyon elegem van. Na jó, tudjátok, mit nem érdekeltek. Én mindjárt el fogok tűnni inkább ebből a faluból, és elegem van az egészből. Jó, fogom a cuccaimat, srácok. Vagy nem tudom, mit kéne csinálni, de hogy nem te voltál, láttuk. Mit láttatok? De komolyan mondom, mit láttatok? Semmit nem láthattatok. Én nem is voltam itt. A házamban voltam. Egy csomóban mások is látták szerintem. Na jó, a srácok, én azt mondom, hogy szerintem menjünk el a cuccaimat megszerezni, mert ebből nem tudom. Én lehet, hogy le fogok innen lépni, hogy valamit kéne csinálnom. Kajám alig van amúgy. Az is eléggé nagy probléma. Mindegy, a vasokat hozom magammal. Akkor izé, krumplit kellett volna amúgy kiégetnem. Na mindegy. Na jó van, ne, srácok, az a izém, az a gonosz ikertestvérem, srácok, ne, kiszabadult a gonosz ikertestvérem a börtönből, na jó, gyorsan leoltam, hol van, elment, jó, oké, el kell mennem a cuccomért, amit régebben elrejtettem, most ez egy kicsit titkos volt, de most nem baj, most ezt meg fogjátok látni. Elrejtettem még, mielőtt idejöttem volna a gyémánt cuccomat, előről, béna vagyok, nem tudok beszélni. Szóval még mielőtt idejöttem volna a faluba, elrejtettem már egy eléggé OP gyémánt cuccot, meg börtönhöz szükséges dolgokat, amiket majd, hogyha esetleg gond lenne, fel tudnék használni. És ja, ez most szerintem eléggé nagy gond. Valahol, igen, így is van, ide rejtettem. Jó, oké, ezért ki fogjuk srácok venni. Így is van, itt van a gyémánt cuccom, nagyon jó. Itt van a izém, viszek 360 alapkőt, meg egy vasajtót, meg egy ilyet, meg elviszem a kardomat is. Jó, oké, ezt vegyük vissza. Jó, mindegy. Így szépen visszafedem, jó mindegy, ezzel lássom. Na jó, menjünk vissza a faluba, várjatok, elrendezem gyorsan cuccokat. És akkor építsünk meg egy börtön megint ennek az ikertestvéremnek. Srácok, hogy szabadult ki a börtönből? Aki esetleg nem tudná, még egy nagyon-nagyon régi videómban bezártam a gonosz ikertestvéremet egy videóba, mert konkrétan meg akart engem ölni, és most kiszabadult, és a falusiakat szivatja. Konkrétan felgyújtotta a falunkat, meg minden. És az egészet rám akarta kenni. Ez a legrosszabb az egészben, na jó. Ezért most biztos vagyok benne, hogy bosszút fogunk állni, valamit nem tudom, tehát hogy nem tudom, hogy kéne egyáltalán becsalni. Gyors, meg kéne építeni egyáltalán a börtönt, hogy legyen hova ugye bezárni, az legyen mondjuk gyors így itt. Legyen gyors itt. És hát nagyon-nagyon jó kérdés, hogy hogyan fogom őt majd becsalni ide, mert egyszer már ugye hát bezártam őt egy ilyen börtönbe, és akkor ugye hát eléggé könnyű volt, oké, de másodjára nem hiszem, hogy nagyon be fogom tudni majd így bárhogyan őt ide csalni, szóval én szerintem rá kell majd valahogy erőltetnem, vagy nem tudom, de biztos vagyok benne, hogy megint rosszat akar, tehát hogyha aki ilyeneket csinál, az biztos, hogy nem akar jót, szóval, ja. Na mindegy, jó, tökéletes, ide még egyet le, így szépen az ajtót, nagyon jó, és ide a kart. Jó, srácok, ide kell valahogy becsalogatnom, vagy bezárnom, vagy bármi, ami nagyon-nagyon jó kérdés, hogy lesz, hol van egyáltalán? Meg kéne keresni valahogyan, a neveket kéne keresni a falon át, valahol meg kéne találni. Arra lát? Aha, ott van. Lol, magát égeti. Hát ez nagyon beteges. Na jó, vások, valahogy... Ajaj, menekül? Jó, hát hol menekül? Ja, menekül. Ah, Istenem. Nem, menekül. Menekül, ne. Elkezd íjazni. PGT tesó, meg foglak ölni. Figyelj ide, meg foglak ölni. Állj meg! Hagyj, asztal. Ne. Állj meg azonnal! Gyere vissza! Istenem. Amúgy ezzel nem sokat fogsz érni, egy full diaszett van rajtam. Védlem négyel, csak szólok. Hallod? Na, figyelj ide, testvérek vagyunk, szóval
be kéne beszélni normálisan a problémáinkat. Na! Ha, nagyon-nagyon vicces vagy. Na, ide figyelj! Milyen menő skinem van amúgy már, de tényleg. Na, ide figyelj! Menj be azonnal abba a börtönbe, hol van? Ott van valahol aztán, ugye? Ja, gyere, kövess, gyerünk! Gyere, kövess szépen, mutatok neked valami nagyon csúcs szuper jó dolgot. Aha, itt van. Látod, gyere, nézd, ott, hova menjek be? Oda! Ott bent vannak falusiak, mondjuk ennek nem hiszem, hogy bedőlne, mindegy, dobok be OP-t, dobok be bedrockot még, szenet, vasat, mi kell neked, gyerünk? Na, nem tudjuk beütögetni? Léci, aha, értem. Hát ja, na, figyelj ide, azonnal menj be, hogy véged van! Ez nagyon elegem van tényleg, hogy te mindig trollkodni próbálsz engem, meg mindig szivatgatni próbálsz, szerünk húzás befele. Gyerünk, figyelj, akkor csak ugrálj egy helyben, nézd, ne, ugrálj, kezdj el ugrálni. Gyerünk, mikor jövök ki? Na csak ugrálj! Gyerünk, ugrálj, azaz, gyerünk, yeah! Ez az, yeah! Nem bírom bejutni, nagyon béna vagyok. Na, gyerünk, menjél be! Gyerünk, jó, ennyi, easy vagy. Figyelj ide, PGT tesó! Te folyamatosan szivatni próbálsz engem, utállak. Ide jössz trollkodni a falusiakat, meg minden. Figyelj ide! Hogyha normális leszel és megjavulsz és nem leszel gonosz, akkor kiengedlek. Srácok! Illetve a kommentben, hogy mit csinálják ezzel a PGT tesóval, azt akartam, hogy téged zárjanak be. Hát, ja, látjátok, eléggé gonosz. Szóval írjátok le kommentbe, hogy mit csináljak én ezzel, mert hát igaz, hogy a testvérem, de gonosz. Szóval ja, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, dobjátok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk legközelebb. Ja, megbosszod, persze. Na, sziasztok!